Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit Drégei Palánkról, és ismét egy vonalbejárós túra lesz, mégpedig Ipolyság fele fogok menni, arra fele, a Szlovák oldal fele, ez a hiányzó 6 km hosszú vasút. Ugye, eredetileg errefele épült ki ez a vasútvonal, és később csatlakozott be hozzá a Balassagyarmati. Csak ugye a Trianon után itt ezt ketté lett vágva itt a vasútvonal, aztán később a második világháború volt pár év, amikor ismét ugye magyar terület volt, aztán a párizsi békeszerződés után ismét elvették, és 1963 környékén a sineket is felszedték az országhatárig. A szlovák oldalon ott megvannak a sinek, a magyar részről innen kb. 6 kilométernyi pálya hiányzik, de fogom most bejárni. Egyébként azóta is folyamatosan vannak tervek az újból összeköttetésre, mert ugye két különböző régiót összekapcsolatni, és most már a schengeni határok vannak, tehát nem lenne már az átjárással se különösebb probléma, de egyre még nem valósult meg. Szóval azt látjátok, itt azért szépen le van takarítva az állomásnak a területe. Hát gondolom, hogy ott a földkúpig is simán el lehet menni. És volt még a Honton egy megállóhely, azt fogom még megnézni. De a következő az már Ipolyságon lesz, majd a közvetlenül egyébként a határ mellett van az állomás. Hát itt pedig néhány betonalj meg sínszáraz van. Hát hogy ezek régiek, hogy ugye itt volt síncsere és akkor onnan szedték ki, vagy pedig majd lesz és akkor amiatt tárolják itt, hát ezt így nehéz megmondani. Hát akkor gyerünk tovább. Az ábú 6 km sétál lesz Ipolysági, meg hát ugyanannyi körülbelül vissza. És itt van az állomás vége. A sínek azok még megvannak, de szerintem nem sokáig. Itt is még egy darabig azért látszik a vágány, de szerintem itt lesz mindjárt egy földkúp, és ott a vége. Viszont eddig szépen karban van tartva, hoppá. Hát itt van, itt csak egy sima egyszerű vízelvezető. És hát akkor erre fele kell. Igazából el sem lehet téveszteni a nyomvonalat. De egyébként be van jelölve térképen is. Na, és ezt nézzétek. Itt vagyunk a nyomvonalon, és ami érdekes, hogy az egyik sínszál megvan, a másik viszont nincs. És nem azért, mert itt belepi a gaz, hanem nincs meg, tehát ezt valamiért az egyik sínszálhoz felszedték, a másikat meg nem. Mert ez még mindig itt van. Csak egy picivel jöttem arrébb, és itt már a másik sínszál is megvan. És hát errefele itt a Dudvába kell tovább menni. És itt az első útátjáró, és itt már nincsenek meg a sinek. Egyébként itt sétálok a töltésen, de innen már felszedték a sineket. Egyébként itt kellene, hogy legyenek. Úgyhogy tényleg eddig az útátjárói voltak meg a sinek, hát innen már nem. Így. Sétálunk tovább. Itt még az egész jól járható a pálya, nincsenek nagyik azok. Remélhetőleg ez így is marad a határig. Egyébként utána kimegy a főút mellé, néhány kilométer után, aztán Hont után kimegy a főút mellé, ott már egyszerűbb lesz a helyzet. És hát tovább. Igen, itt már Drégei Palánk határában. Hát itt van valami üzem, ezt hagyom el éppen. És innen viszont már földút van a sinek helyén, eddig kellett egy kicsit bozótba mászni. De innen meg úgy látom, hogy sima ügy lesz. Legalábbis ameddig ez a földút tart. Ez legalábbis addig, ameddig látom, addig követi a vágányok helyét. Mondjuk tegnap esett az eső, úgyhogy itt lesz egy kisebb sár, gondolom, de hát az nem baj. Ezen még át lehet menni, pláne én most gyalog vagyok, úgy azért egyszerű. Tovább Hont fele. Honton megvan GPS koordináta szerint, hogy hol volt egykor a megállóhely. Azt meg fogom keresni. Na, ezt nézzétek, eddig tartott a földút a nyomvonalon. És erre fele kell tovább menni. A töltés az még jól látszik, az megvan, csak a sineket szedték föl. De itt van egy ösvény. Úgyhogy szerintem itt már járt valaki, nem is olyan régen.
nézzétek, innen már sokkal jobb a helyzet. Ez a vasúti töltés, és teljesen tiszta. Ugye itt megy végig az erdőbe. Itt simán járható. És látszik is, hogy bizony itt van a vasúti töltés. Hát ugye ott, ahol nem bevágás van, hanem magas töltése megy a vasút, ott kevésbé gazosodik egyébként is. És hát így, igazából térkép nélkül se lehet eltéveszteni, hogy merre kell jönni. Úgyhogy hamarosan beérek Hontra. Valahol a falu szélén volt egy megállóhely. Hát ez alatt viszont át lehet bújni. Na, továbbra is a töltésen, és közben elhagytam az erdőt. És itt még egész szépen lehet haladni. Ezt nézzétek, ilyen az, amikor teljesen tiszta az egykori vasúti töltés. És itt egyenesen tovább Hont felé. És ameddig a szemellát szintén ilyen sima tiszta és járható. Arrafele van valahol a közút. Ott a háttérben látszik is, ott a hegyek, és hamarosan Szlovákiában vagyunk. Ja, Hont után már nincs messze. Na, ezt nézzétek, hát itt vagyunk már Hont határába. És ugye itt ment a töltés, na. És innen meg már ez a dzsumbúj van. Hát itt nem tudom, hogy fogok menni mellette. Hát itt leginkább sehogy itt. Hát úgy látom, a töltés is eltűnt. Vagy csak nem látszik a gazból? De van itt egy út, majd itt megpróbálok ezen menni. Egyébként a falu arra van. És itt a szélén volt a megálló. Attól se vagyok már messze. Ezt nézzétek. Itt volt egykoron egy híd. És már csak a pillérjei vannak meg. És itt ment tovább a töltés. Na, ezt nézzétek. Itt a töltés, és itt megy tovább erre. Elég rendesen be van nőve. Na, ezt nézzétek. A töltés. Egy kicsit kerülni kellett itt a csalitosban, de meglett. És erre fele tovább. Hamarosan Hont megálló hely következik. Egy gyalogos vashíd az egykori töltésen, és rengeteg csalán. Na, ezt nézzétek. Ez biztos, hogy utólag tették ide. De ez volt a... Már csak egy sima átelesz volt. Nézd ki. És hát... Na, hogy itt már a sineket feltették, de a töltés az jó kivehető, és... Hamarosan, és úgy láttam, most a vasútállomások.hu megnéztem, hogy az egykori megállóhelynél van egy tájékoztató tábla és egy ismertető is, tehát így azért már meg lesz. Biztosan, és utána meg kimegy a kettes úthoz. Elvileg ott ment mellette a vasút, és ott már könnyebb lesz haladni. Ugye nyilván akkor már lehet menni az úttesten is. És ott már gyakorlatilag a szlovák határ mellett van. És itt vagyunk Hont megállóhelyen. Valahol itt volt, és itt mentek tovább a sinek. És itt van egy tájékoztató tábla is róla. És itt írja is, hogy 1950-es évben még használták a pályát. És itt, hogy ezen a 6,3 km-en 60-as években felszedték a sineket. És hát itt van egy kép a vasútállomásról is. Hát igazából ez csak egy térközöld hely volt, és itt gondolom volt itt valahol egy peron, itt errefele, és ugye itt egyszerű megállóhely volt, tehát nem volt több vágány. Szóval a legelső vasútvonal, amik ezen a környéken volt, az ez volt 1885-96-ig. Ugye Párkányból jött így, hogy Honton és Drégei Palánkon keresztül elment Balassagyarmatig, onnan Ipolytarnócig, és onnan Losoncra, ugye ebből a Drégei Palánk Balassagyarmat Ipolytarnósz vasútvonal megvan, sőt, ugye Losoncig megvan a határátmenet, és ami még rendszeres elforgalom is van. És később csatlakozott hozzá Vász felől, ugye Vász Diósjenő Balassagyarmat vasútvonal, így épült végül ki. És hát ez a 6,3 km, ez azóta eltűnt. És hát itt tovább.
És itt már kimegyünk a főútra, és ott gyakorlatilag ott van a határ is. De már most jöttünk 5 kilométert, és Ipolyság vasútállomásnál nagyjából a határig még megvan a kiágazó vágány is. Legalábbis a Street View-ban ezt láttam, igaz, hogy nem a legfrissebb van rajta, de... És ezt nézzétek, az egyik pózna megmaradt. Ez még szerintem távíró pózna volt valamikor. Az előbb is, akkor nem videóztam, csak fotóztam, de ott volt egy csonk. Itt viszont megvan a teljes pózna, és még van rajta egy ilyen tányér, amire rá tud fészkelni a gólya. Igen, a töltés az jól kivehető. És hamarosan elhagyjuk Hontot, ott már a háttérben ott van a főút is. Na, ezt nézzétek, innen jöttem. Itt a töltés középen. És itt valószínűleg volt egy áteresz, ami eltűnt, viszont át lehet itt, mert ilyen nem olyan mélyez, és ott arrafele folytatódik tovább, és kimegy a főút mellé. Na, ezt nézzétek, itt a töltés, kicsit benőtte a gaz, de hát még igazából járható. Errefele meg aztán pláne. Ez egy viszonylag könnyű szakasz. És hamarosan megérkezünk Ipolyságra. És ezt nézzétek, ez egy érdekes lelet, ez egy porcelán szigetelő a távíró vezetékről. Úgyhogy tényleg itt ment a vasútvonal, ez már látszik. Kicsit most már kezd ilyen dzsuvásodni megint, de ezen még át lehet menni. És ezt nézzétek, itt már épült egy gyalogjárda is. Hát egyébként részben valahol itt volt a töltés most már. Ugye nagyjából itt mehetett. Már szerintem az eredeti töltés az nem ez volt, amire a járda épült, hanem azt eldózerolták, és helyére épült ez. És itt valahol átment az út túloldalára. Hát nézzétek, akkor egyre megyek a járdára, meddig lehet. Aztán már közeleg a főút. Sőt, igazából már itt van mellettünk. És ezt nézzétek, itt van a töltés. Hát, ugye az a gyalogjárda az a másik oldalon megy. És itt nem lehetett követni a főút mellett, de itt viszont igen, és itt ez a régi ilyen kőátteresz is megvan. És bizony ott arrafele már, ott lesz mindjárt a határ. És már mi, ma majdnem Ipolyságon vagyunk. Ezt pedig nézzétek, itt van egy megszűnt kocsma, hogy étterem. Érdekes, ezek a kandelábrák megmaradtak, még az étteremtábla is megmaradt, az épület nem. Hát ezt nézzétek, itt van a vasútvonal, benőve susnyával. És itt van a főút, és valahol arra lesz az állomás, egyébként itt már a határ van. Itt kéne valahol átmenni, és itt van a ipolysági állomás. Itt van a sín, itt annak egészen az ország határig megvan. Csak egy nem nagyon látszik a gazban, de itt van. Hoppá, és egyébként nézzétek, itt van a határ. Ez itt egy határkő. Na, ezt nézzétek. Itt a vágány végeje. Tudomosan a szlovák oldalon a vörös négyzet. De mondom, a határig egészen megvan annak a sinek. De hivatalosan eddig járható. És itt lehet Ipolyság állomásig bemenni. Az sincs egyébként innen messze. Csak egy picit kell tovább menni, az ott is vagyunk. Ezt nézzétek, itt van valahol vége a vágányoknak, itt a susnyásba. És errefele folytatódott egykor, itt ment át az úton, és itt a kettes út mentén. Ezt nézzétek, ott már Ipolyságnak az őrhelye, oda most nem tudok elmenni, mert részt indulnom kell vissza, hogy elérjem biztosan a vonatot, és ne kelljen sietni. Másrészt meg az útkerítés, tehát meg kéne kerülni az egész állomást, ahol most nincs idő, most elindulok vissza. De hát végül is bejártam a vonalat. Egészen idáig, tehát most akkor már vissza kell menni Tégelypalánkig, egy olyan másfél óra múlva jön a vonat, és 8 kilométert jöttem idefele. Jó, nyilván visszafele gyorsabb lesz, nem fogok megállni videózni, meg fotózni, vagy legalábbis annyi helyen nem. Meg az úton fogok menni, nem pedig a gazba, ott azért csak gyorsabban lehet haladni. Úgyhogy ez ennyi lett volna, akkor tudom, hogy ezt is megnéztétek. Majd találkozom a következő vonalbejárós videóba. Tervek azok már vannak, de hogy melyik fog előbb megvalósulni, azt még nem tudom. Úgyhogy akkor ennyi volt, sziasztok!
50-es személyvonat érkezik Balassagyarmat felől a harmadik vágányra, és indul tovább 17 óra 56 perckor Vácra. A vonat minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak! S750-es személyvonat érkezik Balassagyarmat felől a harmadik vágányra, és indul tovább 12 óra 56 perckor Vácra.